This is your chance. Don't fail me. Füge levet kívánok mindenkinek. Sziasztok, sziasztok. Eleanor, negyedik rész, Cola King. Minden. Hát ő a szokásos... Majdnem elénk ugrott. A szokásos... hogy is mondjam, nem szokásos, az első közlekedés ügyünket folytassuk tovább, aminek lényege Previously on Eleanor. Aminek lényeg az, hogy Fekete Adrián eltűnt, nyoma vezet, a kocsiját megtalálta egy negró. A kocsiját megtalálta egy negró, ezt ki kell hangsúlyoznom, és véres volna minden, egy cső, egy véres cső is ott volt, és közben valami régen KIGIPR minden egységnek, megyünk. Közben valami régen nem feküdtem össze az asszonnyal, valami Nikol is a háttérben van, valami Frank is a háttérben van, mindig iszogatnak, inkább kocsmába jár, a bárba jár. Férj, mint hogy a feleségük is. Cicihez, Nunikájához pedig még csak 30 éves, mert nem csak a 20 éveseké, a világ az úton még poroszkál. Nem, de néhány oroszlán. Na, szóval itten megnézzük azt a... hát ez melyik ez a... hát ez a Buckingham palota, jó, nem minden az. Szóval itt úgy veszem észre, a feleség kiti áltatlan, de akkor ki jöhette meg? Nikol? Frank? Hogy meg se halt? Itt mi van? Mi van ittem? Boxing Clever? De gyógyszertár? Italból? Aranyérkenőcs, egy gyógyszertár. Mi? Aranyered van, bácsa! Bácsa! Norbert ügynök, álljon meg, mondja nyomozó. Jó, de a szegény ember ne öljük már meg. Jó, hát ez csak aranyérkenőcsért lopott. Na. Vagy nem azért, szerintem pénzt akartam ugye a... De lehet Viagrát. Álljon meg, és nem esik bándulásom. És mi? Mennyit kap? Fél évet, fél év felfüggesztett? Álljon meg! Hallja, hát fél év a börtönben. Nem az aranyértől kell majd félnie? Álljon meg! Nincsen Black Friday, nem kell sietni. Meg sétál. Nem kell több tablettel bevennie. Nyilván. Nem is tudok verekedni, azt tudom melyikkel kell. Leállít a kalap a fejemről. Maga nagyon kis galóz a számomra. Fejezze már be! Irány alkatraz? Viszontlátásra aranyér. Na! Negyven utcai büntény van összesen. Na menjünk! Ha! Most látom. Sean! Gyere! Most valami szól a rád. Gyere már! Mi a Donald kacsa magazint szeretné venni? Vagy mi? A büfögnöm kell már tőled. Kedves Stefan. Stefan. Na mindegy, beokálok, mint a monitorra. Na mindegy. Mi ez a zene? Talk show? Podcast? Na ne, izsa. Nagy kanizsa. Ugye az ének lenne? Én is tudok így énekelni. Aja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 j
estére kívánti, reggelre bejöttél malacosba. Na hát most én is tudok így énekelni. És nem is közeli bárba járkál egyébként. Szóval nehogy a feleség után ritikülen átjön a bárba. Hey, bassz.
Keresnek valakit? A Fröccsimet. You know Frank Morgan? Sure. Persze, Frank Törzsöndig, egyedül ül hátul. Ott, itt van Frank. Ó, szuperállás, szuperállás. Jézus Mária. Jézus kisöccse. Frank Morgan? Az Amsterdam. Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Ez... Yeah, I know. Ismerem őt, ennek az embernek nem tetszik a pofája. Nem hallotta, pedig jó barátok, ugye mi jó barátok vagyunk, aj! Igen, teli volt vérrel. Sajnálta a hallom, kedvelem Adriant. Jó főnök. Nem kell nyalni, nem jégkrém. Jó főnök, csicserit. Jó főnök. Jó főnök. Kurva anyád, hogy itt hazudgálsz, már bocsánat. Malacot vett. Miért lenne jó főnök? Ez nem lesz jó. De kételkedjünk. Az durva egy kicsit. Ezt lehet nem kellett volna. Ezt elbasztam. Nem tudom. Nem? Itt van a szomszéd Gézabá, egyébként homályosok a dolgok. Picsában ennél a csávónait elbasztam. Újból kezdjük. Nem tudok olyat mondani. Most azt hiába mondom, hogy ha ide jár, törzsvendég Adrián, most attól ő még nem lehetett itt. A pultos kellett volna megkérdezni. Kis húsi pénzért. Ja, az meg a másik. Akkor milyen kell hazudgálni? Majd elment, gondolom. Ezt is elrontottam. Ezt is elrontottam, hát ezt nem hiszem el. Jó, hát akkor kövessük. Mondjuk ez a legjobb megoldás. Hogy erre én nem gondoltam, már mondjuk már heróton van a követési küldetésektől a GTA-kból. Már nézelődik! Hagyjuk már ezt a mesét! Na, ilyen izé, susú bolondság, mert minden, hagyjuk már! A sáros az ember. Csak miért jön vissza ide? A kocsma, a bárba. Hát izét, a kis izét, a keserűt nem ittam már meg. Még ne is, mert lecsuktuk. Ittos vezetés miatt. Mondjuk ez a korszakhoz, mert minden nagyon élik ez a követéses küldetés egyébként. Hát közben nem tudjuk énekelni azt, hogy tűrűdű, hold a line, tűnűnűnű, de akkor is. Melyik a kocsi? Ja, az a telől. Ha nem látom. Kell a tüszkölnöm kell. Ú, de szar helyen van az a hordogáros. Szegény nagyon ki van téve a balesetnek. Én nem dolgoznék. Te rendőr őrson? Jaj! Közben estelik, ami annyit jelent, hogy körülbelül mindjárt 24 órája van eltűnve Adrián. De majd 48 óra múlva kell bejelentni. Kéne.
Szarul vezet az ember, de nagyon. És ki kell fölmozolom. Bicsánat. Where are you taking us, Mr. Morgan? Mr. Morgan. Easy call, better back it off. Easy lover. Amivel simán kiszúrhatod volna minket. Menjünk strandolni. Hoppá, megáll index. Remélem nem moziba ment. Vissza, vissza. De hogy buktunk le, megáll. Morgan lakása. De pecke sem megy. Mint akinek vascsövet dugtuk a seggébe. Hoppá, szóval. Lehet, hogy meleg. Na mindegy, mindjárt kiderül. Részegeket követsz hazáig. Ez nem ilyen egyszerű. Itt másról is van szó. I have to learn. My friend. A kettesben lakik. Two, number two. Közben a torkom is megfájdult. Elvisz egy űrhajó. Adrián, te vagy az! Adrián, abban a kötött pulóverbe. Ti most tényleg melegek vagytok? Mr. Fekete! Fekete, Mr. Fekete! Fekete és fehér, dance az utca kövén, álljon meg! De hogy lövöm le ezt a molotot? Úgy, hogy gyorsan vagyok nála. Nézd már meg, ezek el akarták szerintem hitetni, hogy meghalt Adrián, és ez a boldogan éljenek békességbe, kettesbe, meleg párosba, mert minden, és menjenek el Szirtbe, vagy hova izé lakni. Csak ki az a Nikó? Az az álca, azzal akarták átverni, hogy valami nő van a dologban, te meleg. Miért? Mi el lehetett volna hagyni? Azt hittem egyszerűbb lesz. Nem. És... le is tartóztassuk. Hát figyeljen! Hát nagyon sokat kell áttütten. Maga miatt dolgozni. Remélem, hogy... nő? Milyen nő? Álljon, várjunk. Vagy lett volna egy nő? Csak ez a barátja segített neki? Jó, akkor nem meleg. Hát egy kicsit nem meleg, de... akkor csak volt ott valami nő. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, you can go a long way in this department. Jöjjenek most a katonás történetek. Gépjármű Kár, jó, nem is ér annyit a kocsi. 467 dollárt. Tényleg Frank Morgan feladta volna Adrian-t. Na jó van, hát jó van. Azt már nem szabad most látnunk. Találkozunk a legközelebb részbe, igaz egy kis rövidebb rész lett, de csak az ökör iszik magában. Sziasztok, ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot. Köszönöm. Hello.